Folytatjuk a ma reggelt. Uniós csúcs találkozót tartanak ma este a tagállamok vezetői. Az állam és kormányfők videokonferencián egyeztetnek a járványhelyzetről és a szükséges lépések összehangolásáról. Kapcsolunk Brüsszelbe Baracka Eszterhez. Jó reggelt kívánok, Eszter! Ez a kilencedik videokonferencia a koronavírusról. Ezúttal miért hívták össze a vezetőket, és konkrétan miről tárgyalnak majd? Jó reggelt kívánok! Egy magasrangú tanácsi tisztvégviselő ezzel kapcsolatban tegnap úgy fogalmazott, hogy mérföldkőhöz érkeztünk a járvány történetében azzal, hogy megjelentek a vírus mutáns törzsei, ami komoly veszélyt és drámai helyzetet jelent, ha lehet, akkor még drámaibbat, mint eddig volt. Ezek a törzsek a legtöbb tagállamban már jelen vannak, és mindenütt megpróbálnak ellenük valahogy védekezni. Nem tudják ráadásul azt, hogy milyen arányban vannak jelen, hiszen nem minden laboratórium, képes kimutatni ezeket a törzseket. Ezért az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, és várhatóan az történik majd, hogy ezt jóvá hagyják ma este az állam és kormányfők, hogy végezzenek több úgynevezett génszekvenciális vizsgálatot, vagyis derítsék ki, hogy az adott vírus, ami valakiben ott található, az tulajdonképpen hagyományos COVID vírus, vagy pedig egy újabb mutáns törzs. Jelen pillanatban a pozitív minták 1%-át tudják így megvizsgálni. A bizottság azt szeretné, hogyha ez 500 menne fel. És ide tartozik, hogy mi legyen a határokkal is. Ugye az egységes belső piacot mindenképpen meg akarják őrizni, de azt meg szeretnék akadályozni, hogy a vírust áthurcolják egyik tagállamból a másikba. Kiszivárgott hírek szerint születhet ma este egy olyan döntés, hogy lezárnák harmadik országok állampolgárai előtt az unió külső határait, de szigorítás jöhet esetleg a belső határokon is. A belga ö, miniszterelnök például a Flaman televízióban tegnap azt mondta, hogy azt fogja kérni a kollégáitól, hogy a közelgő Karneváli szünet idejére tiltsák meg az úgynevezett nem alapvető utazásokat. Ez itt Belgiumban komoly probléma. Továbbra is az asztalról lesz a tagállamok közötti, tesztek kölcsönös elismerése és az antigén gyors tesztek szélesebb körű alkalmazása. És egy sarkos kérdés, az úgynevezett oltási igazolások kérdése. Azt szeretné az Európai Bizottság, hogyha erről már a hónap végéig megállapodás születne. Most az első részéről, az első fázisról ez nem kizárt, hiszen arról van szó, hogy akit beoltanak, annak az adatai bekerülne az elképzelések szerint egy nagy digitális adatbázisba amelyhez valamennyi tagállam hozzáférne. A nagyobbik probléma és a nagyobb vita az ott jelentkezik, hogy ezeket az igazolásokat mire lehetne használni. Azt mondta a görög miniszterelnök, hogy ezzel lehetne például utazni, repülőre szállni, üdülni az Európai Unió területén, de sokkal óvatosabban fogalmaznak a többiek, és azt mondják, hogy amíg nincs mindenki beoltva, aki kérte a vakcinát, addig nem lehet ilyet alkalmazni, hiszen nem lehet kirekesztő módon bánni azokkal, akik nem kapták meg az oltást, nem csak azért, mert nem akarják, hanem mondjuk, mert egészségi állapotuk nem teszi lehetővé. Azután vannak még kérdések, amiket tisztázni kell, hiszen egyelőre azt sem tudják, hogy azok, akik megkapták az oltást, hordozhatják-e még a fertőzést, és továbbadhatják-e. És hát azt is szeretnék elkerülni, hogy egy ilyen igazolással közvetve tulajdonképpen kötelezővé tegyék a védőoltást. Közben ugye nem csitul a vihar a vakcinák körül, abban a tekintetben, hogy miután a Pfizer-BioNTech a múlt héten közölte, hogy gyártókapacitás bűvítés és az ezzel járó átépítés miatt átmenetileg kevesebb oltóanyagot szállít. Itt van-e valamilyen előrelépés? Egyelőre csak vita van, az egyre hangosabb és egyre hevesebb, és hát természetesen az derül ki, hogy ez a probléma, ez tulajdonképpen a tagállamok jelentős részében, ha nem mindegyikben jelentkezett már. Tudjuk ugye, hogy hat egészségügyi miniszter, skandináv országok és baltiak levelet írtak az Európai Bizottságnak, ebből most részletek is napvilágra kerülnek. Ők azt írják, hogy világos oltási stratégiájuk volt, pontos tervük, napokra, hetekre, hónapokra lebontva, de ezt nem tudják teljesíteni, mert a megrendelt mennyiséget nem kapják meg, ezt elfogadhatatlannak tartják, és azt is írják, hogy ez veszélyezteti az oltási folyamat fenntarthatóságát és hitelességét. Azután egy civil szervezet, az Idősek Nemzetközi Egészségügyi Szövetsége is levelet írt, ők nem a bizottságnak, hanem az Európai Gyógyszerügynökségnek, és ebben azt írják, hogy ebben a jelenlegi drámai helyzetben Európa nem engedhet meg magának újabb késlekedést, és felszólítják az EMA-t, hogy gyorsítsa fel az AstraZeneca vakcina engedélye Tudjuk, hogy az azt az ennek a vakcina engedélye már be van adva az ügynökséghez, és azt ígérik, hogy január 29-én születik majd döntés. Úgy tudni, hogy Olaszország például jogi lépéseket fontolgat a Pfizer Biontech ellen, mert ők 29%-kal kevesebbet kapnak, mint amennyit megrendeltek a vakcinából, és már közölték is velük, hogy a jövő héten sem fogják ezt a hiányzó adagot megkapni. Dániában is gondok vannak, ott 10%-kal kevesebb vakcinát kapnak, mint amennyit rendeltek. Dánia oltja egyébként, vagy oltotta be eddig a legtöbb állampolgárt, és velük már közölte a gyártó, hogy a negyed év végére sem fog helyreállni a régi rend, és akkor sem fogják megkapni a rendelt mennyiséget. Itt Belgiumban ezen a héten a rendelt 100 ezer adagból 83 ezer jött, újra kellett tervezni itt is az oltási stratégiát. Itt most az egészségügyi dolgozók oltása kezdődött volna, de ezt most elhalasztották részben. Kizárólag az intenzív osztályokon dolgozók kapják majd meg. Itt attól tartanak, hogy ha esetleg beadják az első adagot, akkor nem érkezik meg a második, és ezért nagyon óvatosak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökét tegnap egy sajtótájékoztatón sokan szembesítették ezekkel a gondokkal, de ő nagyon optimista volt, és azt mondta, hogy továbbra is reálisnak tartja azt a célt, amit az Európai Bizottság tűzött ki nevezetesen, hogy márciusra a 80 év felettiek és az EU egészségügyi dolgozók 80%-át beoltsák minden tagállamban, és nyárra pedig a felnőtt lakosság 70%-át, ő ezt egyébként elérhetőnek tartja, és azt jelezte, hogy a gond tulajdonképpen ott van, hogy a tagállamokban nem egyforma tempóban oltják a népességet. De egyébként ettől a héttől kezdve az Európai Bizottság, pontosabban az ECDC, az egészségügyi ügynökség adatokat kér valamennyi tagállamtól hetente kétszer, egészen pontosan két adatot, az egyik az, hogy mennyi vakcinát kaptak, és hogy hány embert oltottak be ezekkel. Nos, ezek a derülátó nyilatkozatok látnak napvilágot a bizottság részéről folyamatosan, de hát az is kiderült közben, hogy a bizottságban is vannak aggodalmak. December elején egy hacker támadás érte az ema a gyógyszerügynökség szervereit, és olyan dokumentumok kerültek a hekkerek kezébe, amelyek a Pfizer szerződéssel kapcsolatosak. Ezt egyébként a Lemond újságírói tartalmilag egyeztették a gyógyszerügynökséggel, és ott azt mondták nekik, hogy ezek megfelelnek túlnyomó részt a valóságnak. És ezekből az derül ki, hogy már ősszel nagyon komoly aggodalom volt az Európai Bizottságban a tekintetben, hogy vajon nem túl lassú-e maga a folyamat, és hát be is bizonyosodott, hogy a Pfizer már tulajdonképpen a tavalyi szállítást sem tudta pontosan teljesíteni. A következő órában még sokat foglalkozunk a vakcinákkal, a vakcinaügyekkel. Barack Eszternek Brüsszelből nagyon szépen köszönjük.